Szabad még vennem egy keveset? Természetesen. 6 éve járok ebben a házban, ilyen finomat, mint ez a gombás hadni nem ettem. Téved, 7 éve jársz hozzám. Az mindegy. Dehogy mindegy, egyér differencia. Hát hallgassatok ide, remek. Nem érdekel a viccet. Beszéljünk valami másról. Igaz is. Ilyen finomat, mint ez a gombás van, rég nem ettem ebben a házban. Egy szóval eddig nem iszett nálunk a poszt? Sőt, azt mondjam, ellenkezőleg, én igazán csak dicsértem. Sőt, ellenkezőleg, ön igazán csak kritizál. Igazán megmondhatnád a barátodnak, hogy ne kritizáljon engem itt a mi házunkban? Úgyis de drágám, hagyjátok abba, ne cunakodjatok állandóan. Hallgassatok ide, remek vicc. Elég! Nem érdekel a között, és vett tudomásul, hogy akármilyen jó barátod a vendégünk, én nem vagyok hajlandó eltűnni a gombás, hol csak ugyan gombás? Miféle gomba ez? A szakácsnő nővére hozta. Ő szedte az erdőbe. És biztos, hogy ez az asszony ismeri a gombafajtákat? Talán fél. Nem úgy van, fiam. Nem elég, hogy állandóan kritizál, még azzal is megrágalmaz, hogy meg akarom mérgezni? Bertrandnak igaza van. A gomba nagyon veszedelmes növény. Jaj, nem kell úgy félni. Mielőtt a szakácsnő betalálta, adott egy keveset, szélszálló. Bocsáss meg, de az én kutyám nem arra való, hogy holmi kísérleti nyúl legyen. Úgy is van, hogy lehet ezt a szegény kutyát ilyenekre felhasználni? Jaj, nem tettét a kutyának semmi baja, de... Hogy a kedves barátom, muszáj magának mindenbe beleszólni? Hagyjátok már abba, hallgassatok ide, remek! Cézár! Kimúlt! Rímes! Borzasztó! Meg vagyunk mérgezve! Orvos! Orvos! Halló! Doktor úr! Itt Gordon! Azonnal jöjjön! Gombamérgezés! Siessen! Jaj, de rosszul érzem magam! Én is! Jaj! Bertrand! Drágám! Egyetlen nem bocsáss meg! Nem akartam! Nem arra! Bocsáss meg! Mi az?
Ti tegeződtök? Igen, mi tegeződtünk. Úgy. Lehet, hogy mire az orvos megérkezik. Mi nem néztünk az élők sorába. Én elmondom neked mi. Klotilde. Nem akarom meghalni egy hazugsággal. Vedd tudomásul, hogy Bertrand meg én 7 éve imádjuk egymást. Szóval azt hittétek, hogy én azt nem tudtam. Tudtad? Persze, hogy tudtam. Azt hittétek, hülye vagyok? Mindent tudtam, csak nem akartam a dolgokat bolygatni. És te nem törődtél a dolgokkal? Nem, mert most a halál küszöbén bevallhatom, hogy nekem 7 éve viszonyom van a titkárnőmmel. Bettivel. Igen. De te persze most csodálkozol, ugye? Nem. És miért? Én is tudtam. Klotilde! Mondja, Mari, sokat szenvedett a kutyám. Nem. Szegény, egy pillanat volt az egész. Átszaladt az úttesten, jött egy autó, és már is vége volt. Thank you.
Pince, kérem! Mi tetszik? A szoklás is. Egy fröccs. Szervusz, lelkem! Hányszor mondjam, Jóska, hogy ne búcsúzódik, hagyj szól. Nem búcsúzó. Én csak azt mondtam, hogy szállj. Zander, akkor búcsúzik, ha elmegy. Elmentem? Nem mentél el. Na, jól itatja magát az a bor. Szeretném én látni azt a bort, amelyik nem jól itat téged. Csak nem haragszok, kisanyám. Nem haragszok. Pince, kérem. Mi tetszik? Még egy fröccset legyen szület. Megtetszik engem? Hogy a pásztát? Tessék le! Köszönöm. Mit parancsol? Kérek egy poharat. Ne sőt, tessék innen, hanem fröccsöt. Jóska, megmondtam már, hogy ne szólj bele más ember rendelésébe. Nem szólok bele, csak ajánlom, hogy fröccsöt. Nagyszerű ez a fröccs, máma. Tényleg jó? Akkor kérek egy fröccsöt. Tetszik tudni, nem szok se sőt, se palinka, csak bó. Azt is csak mondja, hogy a bor a legnemesebb ital. De csak mértékletesen. Én nem szeretem a részegeskedést. A feleségem sem szereti. Nem bizony. Részegember nem tud dolgozni. Részegember csak szerencsétlenséget. Bizony, tegnap a szomszédom részegen fél voltra vert a feleségét. Na hallod anyát? Mit hallod anyát? Semmit csak. Rabindra Nattarur. Sógorom is tönkretette az egészségét az ivással. Most a szegedi csillagbörtönben van. Ha mit követett el? Semmi. Akkor mi van a csillagbörtönben? Börtönő. Mondja kérem, miért tetszik ilyen gyakran említeni a költő nevét? Miféle költő? Hát Rabindra Nattarur. Költő? Azt elhiszem még hozzá a nagy költő. Hindu. Hova? Hogy hova? Ha most tetszett mondani, hogy indul. Nem indul, hanem hindu. Hova a hindu? Kérem, ezt el sem értetetlenül. Egymás után mondja, hogy a Rabindranath Tagore, és azt sem tudja, hogy ez az ember kicsoda. Én ezt nem értem. Nem értem? Mondom, hogy nem. Pedig nagyon egyszerű. Tessék ide figyelni. Ugyebár én nagyon szeretem a kis bort. A bor a legnemesebb ital. Ezt már mondtad? Ezt már mondtam? Igen, már tetszett mondani. Na már most. Én nem szeretem a részegeskedést. Én egész héten dolgozok, nem iszok egy kócsot sem. Szombat este leülünk a feleségemmel, és megállapodtunk, amíg ki tudom mondani, hogy Rabindranath Tagore addig illatok. Igaz, anyukám? Igen, Jóska, de csak addig. Mert nincs csúnyán tetszik tudni. Mint a részegem. Amíg én ki tudom mondani, hogy Fizetek! Sasszak? Könnyebb költőt kellett volna választani. Mulatok, mint egy gyors, sőt, mi maradt még. Így
nővér, én élek a boldog alkalommal. 3 óra volt, 3 óra, mint mondtam. Jól rájuk, úgy megyem meg gyorsan az ajtót. Jaj, már úgy dobog a szívem. Remélem, nem látta meg senki bejönni. Még egy madár sem. Mert ez ilyesmire nagyon kezdjen. A főorvos úr nagyon szigorú. Nekem mondja, ó, drága nővérke, becsülel szavamra, már másnét nem, már csak azért is érdemes volt ebbe a szanatóriumba jönni, hogy ebbe a nagy boldogságba részesüljek. Ó, tájog úr! Már tetszik tudni, tegnap délóta, mióta megtetszett engedni, hogy 3 órára feljek ide a szobácskájába. Azóta kérem, én vagyok a legboldogabb emberetben a szanatóriumban. Ó, tájog úr, remélem nem láttam meg senki bejönni. Még a madár sem. Mert a főorvos úr nagyon szigorú az ilyesmire. Nekem mondja, a főorvos úr velem szemben is szigorú akar lenni. Napi 32 pengőt fizetek neki, és állandóan parancsokat osztogat. Az más, az a fogyók urához tartodik, fájok úr. Pardon, én nem vagyok magamnak parancsolgatni. Én akkor mozdok, amikor akarok. Én akkor tornászom, amikor akarok. És nem hajlangok az ő parancsára. De hát az a kúrával jár, fájok úr. Pardon. Én, ha fáradtsággal akarok lefogyni, nincs szükségem erre a szanatóriumra. Kimegyek a Jánosegre és kilátok. Mit csinál? Kilátok. Onnan azt mondják, olyan szép a kilátás. Kicsi, itt nincsenek önnek szép kilátásai. Ó, édesem, gyönyörű kilátásaim vannak. Higgy el, már a másnét nem, már csak azért is érdemes volt jönni. Bocsánat, kicserélni a lábamat. Én is azt mondtam magamnak a jövő rózsás kedvét, minden délben megabítélek, és 3 órára feljövök ide a maga aranyos kis szobácskára. És hát Isten, remélem megértjük egymást. No, nem? Én csak attól félek, hogy meglátta valaki. Még a madár sem. Mert tetszik tudni, én nagyon kell vigyázzak. A főorvos úr nagyon szigorú az. Jön valaki, megmondtam, engem most álcsapnak, hajog úr, kéne bújjon el. Bújjak el? Jön a szekrénybe. Szekrénybe? Megyek a szekrénybe. De kérem, 3/4 részem kilátszik. Ja, Isten! Az a marha asztalos elszabta a szekrénybe. Hát én meg most álcsapnak, mit csinálj maga? Jaj, bújjon az asztal alá. Zseniális, legalább itt könnyebben elbújhatok. Na mi az, Marika? Jól van, elintézítem. Jöhet? Jó, drága nővérke, higgy el, hogy nagyon nehéz volna eldönteni. Egy kis bujócskát játszottam. De nem haragszik, vajon? Ó, dehogy haragszom. Hát egy ilyen kedves nővérkedvér, még nagyobb áldozatokat is hoztak emberek. Tessék elhinni, vajon úr, hogy az ilyesmire nagyon kedvjátok. A főorvos úr nagyon szigorú. Ártatlan kicsi nőnek nincs semmi más, csak a rongyos kis jó. Ó, dehogy is nincs. Hát ez a karkutya. Hát ez a várkutya. Ó, már megint jön valami. Mi az már megint? Bújjon el, kérem. Bújjak el? Na, köszönj, ez egy kicsit sok. Majd Istenért, tönkre akar tenni, bújjon el, kérem. De gyorsan. Pardon, nem volna elég, ha eltökönöm az arcomat. Jaj, de gyorsan vagyunk, úr, mi az már megint? Gyorsan az én súlyommal. Megye át, kérem! Ki jöhet? Jaj, drága nevér, higgy el, hogy nagyon nehéz volna eldönteni. Micsoda? Hát, hogy mi a nehezebb? Hogy? Hát bebújni vagy kibújni. Majd, ugye nem haragszik. Ó, dehogy is haragszom. Ez ilyen szép asszony kedvéért, nagyobb áldozatokat is hoztak emberek. Nevérke, drága, tudja, hogy egy férfi milyen marha tud lenni? Pláne, ha szerelmes. Sőt, pláne olyan szerelmes, mint én magam. Ó, édesem. Ó, hajj. Mi az már megint? Hajj, úr, kérem, fújjon el, drága. Nem lesz az egy kicsit sok. Hajj, úr, tönkre akar tenni, én mi? Maga égem, hát én hogy bírjam ezt a strapát? Legyek. Ugyan el, már ki tudja, mikor jön a főorvos úr is meg. Ezt már nem bírom. Hát köröz nekényem itt, hogy állandóan bujkálja. Nem, de körözik, fáj, hogy úgy bújjon el is, fontosan. Tönkre akar engem tenni?
Maga engemet. De miért kell kérem? Jaj, a főorvos úr, bájunk úr. Meg akarom nézni a jelentést. Elment? Nem, itt van. Hány volt? Három, most fújtál harmadszor. Az kevés. Minden délután legalább ötször kell ezt a gyakorlatot véle elvégeztetni. Érti? Megértem. Máskülönben nem lesz eredmény. Uram. Csak itt tovább. Aztán három nap múlva itt. Alacsonyabb asztalt kell beállítani. Vályog úr, ki jöhet? Nem megyek. Jöjjön ki, Vályog úr. Nem megyek. Miért nem jön ki? Miért bujkáljak ki meg be? Ha már itt vagyok, egyen még a fenne, megvárom a következő kopogtatást. És kaffizom,